miért születtem, azt én nem tudom. Az, hogy hol születtem, azt is csak elbeszélésből tudom. Az, hogy kik voltak a szüleim, az már saját élményem volt. Na, mesélj róla! Hogy az aztán miért voltak olyanok, az egy további dolog. Az én szüleim, azok egyszerű iparos emberek voltak. Milyen az ipart üztek? Molnáripart, vízimolnárok voltak. A Répcén, a Rábcán, a Gyöngyösön. Annak nagyon komoly respektje volt, úgyhogy nem mondta, hogy egyszerű iparos ember, az nagyon komoly iparos ember volt. Nagyon komoly respektje volt, mert egy hatalom kimondottan gyűlölte őket. Na, ennek két oka volt. Egyrészt az államosításba nem fértek bele a kisüzemek, másrészt pedig ezek a kisüzemek, a kisközösségek tulajdonképpen megtartó erői voltak. Hát, mert jött a polgár. A szüleibe, hol voltak ezek a malmok? Vas megyébe. Hol születtél te Vas megyébe? Én Szavária városában, amit most Szombathelynek hívnak. Tehát Szombathelyen születtem. De csak azért, mert oda vittek be a klinikára, hogy nehogy valami baj legyen. Így is volt baj, mert fogós műtéttel születtem. De hát ennek nincs nyoma, hála Isten, mind a mai napig. Nekem abban az időben már megérett egy ilyen pályamotívumom, hogy orvos leszek. Miért pont orvos? Azért, mert a nagybácsim orvos volt, és nagyon kőszegen, és egy nagyon kedvelt, és úgy fölnéztem rá. Az az anyai ágon volt a nagybátyám. El is jöttem ide Budapestre, 50-be, szépen elküldtek, hogy jellemzés azt mutatja, hogy ezek alapján nem tárgyalhatjuk az elvtárs ügyét. Aztán elmentem Pécsre a nyomdai egy év után, vezető egy év után. Ott a tanulmányi osztályvezető egy kicsit más stílusú ember volt, elővette az aktáimat, és megmutatta, hogy kedves fiam, megértelek, így beszélt velem. Megértelek, de olvasd el, mit írtak rólad. Nekünk most nincs lehetőségünk tárgyalni ezt az ügyet. Ezzel ez be volt fejezve. És nem, elnézést, ez volt az első, a második volt a budapesti. Tehát itt összecseréltem a két jelentkezési időpontot. Azért volt a második budapesti, mert aztán Budapesten mégiscsak megjelent a szabadító. Egészen egyszerűen egy levél formájába, ami olyan szeptember végén érkezett hozzá. 51-ben. Szeptember végén érkezett hozzánk egy vékony kis rossz papíron pár sor, hogy értes, örömmel értesítem, kedves jelentkező, örömmel értem, megvan már is a papír, örömmel értesítem, hogy felvettük, jelentkezzen sürgősen a Csalogány utca 43 szám alatt, és egyúttal közlöm azt is, hogy ösztöndíjat adunk. Ez volt a? Aláírás. Tudhatod, hogy ki volt, Bárci Gusztáv. A története most a következő. Most azt tudtad egyáltalán, hogy hova vettek fel? Nem tudtam, apám is elolvastam. Tudtad, hogy az, hogy gyógypedagógia, láttál fogyatékosokat, volt valamikor egy ilyen ábrándot, hogy te... Nem, apám is elolvasta, szegény akkor nem volt munkája éppenséggel is. Olvasta, forgatta a levelet, és mondta, Jussikám, te orvos akartál lenni, gyógy, menj el. De mondtam, hogy ez nem az. Mondta ő, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy ezt kiengedjük, ezt a... Ki tudja, lesz-e abból valami. Hát ez olyan idők voltak akkor. És
akkor feljöttem. Na most az egy hosszú történet, azt azért ne akard elmondani, hogy az a 52, 53, 54-es évek hogy teltek itten. Jól teltek, nagyon kellemesen teltek. Az én életemben tulajdonképpen inkább egy ilyen ebben a rutin munkába való belefárkulás, utazni, aztán beszélni értetlen hivatalnokokkal, meg a legtöbb veszekedésük ugye természetesen a pénzügyi osztállyal volt, meg a jogi osztállyal, mindig új elvtársat, mindig kitanítani arra, hogy mi a gyógypedagógia. Bár érdekes módon azt meg kell mondani, hogy abban az időben nem akartak így ideológiailag befolyást gyakorni a fogyatékos ügyre. Sokkal inkább azt mondták, hogy Rákosi, aztán később a Kádár titkárságról jönnek a levelek, az útját ismeritek, küldjétek a megyei pártbizottságra, de ti értetek hozzá, csináljátok meg. Szóval nem kértek egy ideológiai kontroll. Kevés olyan terület volt, amelyik így margon tudott maradni egyébként. Tehát a miénk ez volt, legalábbis az én benyomásom ez volt. Hát ugye nem én voltam az osztályvezető, az a Vince Antalné volt, de ő nagyon ügyesen kivédte, egy tanítónő volt, és kivédte ezeket a dolgokat. Úgyhogy aztán jött, akkor volt itt egy választás a főiskolán, ugye Báci nyugdíjba ment, majd nagyon gyorsan rá meghalt. Kerestek fiatalokat. És először a Subosics Pista, aztán a Krauszéba, egy évfolyamban jártuk hárman, utána én is egy ilyen pályázatra beadtam, és azóta vagyok itt. Mi, akik 1954-ben végeztünk a 36-40-en, 80%-ban megmaradtunk a szakmában. Megmaradtunk. Vagy tanárként, vagy igazgatóként, vagy szakfelügyelőként megmaradtunk. Mert a mi képzésünkben akkor ez a gondolat, hogy nekünk fel kell építeni a fogyatékosok házát, idézőjelben ugye, és elvont értelembe véve, ebben az országban otthont kell nekik adni. Ez nekünk adott egy étoszt, ez adott egy olyat, hogy ezért érdemes egy életet tenni. Ma ezt nem érzékelem a hallgatókba. Az alapképzés tulajdonképpen nem egy irányba hat. Nagyon sok mindent ad, de nem ad egy irányba. Nem összpontosít, nem fókuszál magára, a gyerekre, a felnőttre és annak életére. Így az élet teljességére. Ha én ugye kiemelek ebből egy szálat és azt mondom, hogy segítek a gyereknek ilyen-olyan formában, pszichológiailag, szomatikusan és így tovább, az nem az élet teljességére való felkészítés. Az bizonyos ügyességek, tehát nehézségek, ügyetlenségek leküzdésére való út. De nem az élet teljességére. Az, hogy az élet teljességére legyünk tekintettel, és arra, hogy ők felnőtten hogy tudnak megelégedetten a saját határaik között de teljes életet élni, erre nem nagyon figyeltetjük a hallgatókat. Ezért van az, én nem ismerek mostani felmérést, de azt hiszem, hogy a hallgatóink nagyon sok helyen megfordulnak, amit van, aki értéknek tekint, de nagyon sokan nem maradnak a pályán a nappaliak közül.